Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap el fogunk menni Balatonra busszal. Össze is készítettem a kis bőröndömet, és indulhatunk is. De előtte nézzünk meg egy jó kis TikTok videót. Tessék! Anyuci, tudod, mi kell egy jó nyaraláshoz? Kukorica. Igen. És még tudod, hogy mi kell? Dinnye. Aha. És még tudod, mi kell? Na még mi? Kis szórakozás! Ez neked szórakozás, Sandra! Ha? Ezt visszakapod! Bocs, te sok! Puskacok, lekéstük azt a buszt. Lehet stoppolni kéne. Nem akarnak fölvenni. Itt van egy busz! Jó lenne, ha ez a buszos legalább elvinne egy darabig, aztán utána felszállok egy másik buszra, mert balatonozni szeretnék. Be van csomagolva minden. Na gyertek, menjünk! Ahó! Nincs itt senki? Vagy lehet, alszik hátul? Gyertek, nézzük meg. Hallod, senki nem fekszik benn. Hallod? Megváltoztatom itt a tervet, és nem nyaralni megyünk, hanem megcsináljuk azt a challenge-et. Lehet, hogy nem fogom bírni 24 óráig, mert megjön a tulaj, és ő kidob innen. De nem baj, én vállalom a kockázatot. Mentek! Ja, várj a bőröndöm! Úristen, ekkora kalandot! Nézzük meg, hogy van-e benne kulcs, mert ha igen, akkor legyünk Balatonra. Aj, nincs. Így azért izgalmas igazából, mert ha ránk talál a tulaj, lehet el fog fenekelni, és mehetek haza sírva. Amondó vagyok, kuckozzunk be. Van itt mindenféle. A kedvencem. Takarom. Hát azért kell a dekor. Hova üljünk? Először találjuk ki azt. Hát természetesen legelőre. Hány ingerőseknek itt kell ülni? Nem fogok előülni, mint valami stréber. Ez azért jó, mert nem tudnak átjönni az én térfelemre. Antiszociálisoknak. De aki társasági lény, annak a kettes ülést ajánlom. Zsiványoknak a hátsó üléseket ajánlom, mert itt a sofőr bácsi nem lát titeket. Csináljuk is meg a helyünket. Amúgy a buszokon ki az, aki beövezi magát? Bármennyi kirándulásom voltam, soha nem övezte be senki magát. Amúgy tényleg be kell löveznünk magunkat, szóval mutatom a példát, övezd be magad. Már nagyon kell pipilnem. Várjál, ebben nincs WC. Akkor a természet lágyulébe megyünk. Sziasztok! Amúgy annyira szép ez a busz, új illata is van konkrétan. Úgy elfogadnék egy ilyen busz. Mi is van a bőröndömben? Fogkefe, fogkrém? Van bubifújom. Tekézzünk egyet. Még jó, hogy ennyi volt nálam. Tippeljétek meg, hogy mennyit fogok ledönteni. Yeah! És még van egy lövésem. Szedjük össze. Beütöttem a lábam, és még be is csípte a ruhámat. Nem baj, még egy játékot azért csinálunk. Megnézzük, hogy mire tudok itt gyorsan futni. Utána nagyon-nagyon különleges kajákat hoztam. Elmentem egy boltba, és olyanokat találtam, amit még soha nem ettem, vagy nagyon régen. Három menet lesz, és megnézzük, hogy melyik a leggyorsabb. Együnk, igyunk, elfáradtam. Itt van a kis vizem, igyunk. Ilyen hosszút még nem ettem. Savanyú gumicukor, dinnyés. Nagyon jó illata van. Ez nagyon jó. Cocktail fruits candy. Én ilyet még soha nem láttam. Tök jól néz ki. Kóstoljuk is meg. Nagyon jó. Resti kakós roló. Nagyon retro. Azt tudjátok, az milyen? Mint a téli fagyi. Finom.
édesre mindig jöjjön a sós. Mini chips. Már csak mozi kéne, Netflix, valami. De jó lenne. Ez amúgy cukorka. Finom. Retro Bambi. Olyan jó kis pufi. Belül az a lekvár réteg, nyami. Azért együnk valami normális kaját is. Ne eszünk egy kis hotdogot. Hát nem néz ki olyan jól, de ízre biztos finom. Mehetünk. Arra gondoltam, mi lenne, ha busz tetejére fölmásznék, mert nézzétek, itt van egy ilyen kijáratszerű. Aj, nem nyithatós, csak ilyen levegőztető van. Kint megpróbálok felmászni, gyertek. Milyen jól lehetne napozni, rajtam van úgyis a fürdőruha, lekapom, aztán jó kis barla leszek, ha már Balatonra nem jutok el. Oh, hát, ez nem sikerült. Menjünk vissza. Oj, de nézd! Van egy felmosó. Szépen messzebb. Oda nézd, milyen jól felmostam. Na, császtok! Szerintetek amúgy mit csinálhattak ezeken az üléseken? Írjátok meg kommentbe. Szerintem ott csókolóztak, itt jókat pletykáltak, itt olvastak, meg még ki tudja, hogy miket, írjátok meg. Milyen jó kényelmes ez, ha hallott, tényleg ilyen rúgós. Öveket bekapcsolni! Hölgyeim és uraim, most vannak Burjánfoni járatán, elviszem önöket minden komoly helyre. Nem lesz gond, csak egy kicsit driftelek. Nem fog a szemembe sütni a nap reggel. És gyertek! Olvassunk, hogy teljen az idő. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de az olvasástól mindig elámosodom. Oh, aludjunk egyet! Eight hours later. Ó, de nagyot aludtam. Mintha 12 órát aludtam volna. Olyan jó kipihent vagyok. Ágyazzunk be. Enni. Oh, ezt nézzétek! Megvan a kulcs! Ha már megtaláltuk, muszáj lesz egy kicsit vezetnem. Én ezt már ki fogom rakni a busz elé, ha jönne valaki, akkor tudjunk futni. Gondoltátok volna, hogy egy ilyen csaj tud vezetni egy ilyen nagy buszt? Szívem szerint amúgy levezetnék Balatonra vele, de nem tehetem meg. Nem az én buszom, tök jó, hogy így is 24 órát eltölthettünk. Valaki ott nagyon messze, én neked szerintem fúsunk, szerintem ez nem tudom. Aj! Ott volt, és jöttem. Bocsánat! Fú! Ez ismételten nagyon kalandos volt, azt már nem láttátok a felvételben, de végül találkoztam a busz tulajával, és nem vert meg, nem szidott le, nagyon kedves volt, és innen is nagyon szépen köszönöm, hogy használhattuk a buszát. Örülök neki, hogy végül ezt a challenge-et megcsinálhattam. Van még nagyon jó ötleted, írd meg kommentbe, és legközelebb megcsinálom. Nagyon szépen köszönöm a kommentedet, Bogi, Sovanal 123. Természetesen lesznek még ilyen videók, ha ennyire tetszett nektek, hiába félek, azért én is szeretem ezeket. Zsófia Gyimes, neked is nagyon szépen köszönöm. Ikarus Ikarus Csajci 2981, nagyon aranyos vagy, puszillak. És még köszönöm szépen a többi kommenteket. Puszi, sziasztok!